Magyarországon egyelőre nem tartozik a legnépszerűbb sportok közé, de az utóbbi időben hazánkban is egyre több hódolója akad, így már nem is kell Amerikába utaznia annak, aki élőben szeretne megnézni egy ilyen rendkívül látványos rendezvényt. Big wheels, 2005-ben kezdtük el az első igazán nagy rendezvényt. 2006-ban csináltunk egy roadshow-t, ami már egy magyar bajnokság volt, tehát ötfordulós versenyen mutathatták meg a versenyzők, hogy mit is tudnak, és az ötödik állomás végén ugye az összesített eredmények alapján lett eldöntve a magyar bajnoki sorrend. A szervezők teljes mértékben ragaszkodtak az amerikai szabályokhoz, így a hazai sorozatban is a győzelemért keményen meg kell küzdeni, és egy valamit teljesíteni kell. Az országos bajnokságnak a szabálya is azt mondja ki, hogy az öt rendezvényből négyen kell részt venni ahhoz, hogy a bajnoki címért valaki egyáltalán indulhasson. Ha már sikerült megismerkednünk a Bika Rodeóval és annak alapszabályaival, nem árt azonban tudni, hogy ezt a sportot azoknak találták ki, akik egyáltalán nem félnek vására vinni a bőrüket. Az ember bemegy egy biztosítóhoz, és azt mondom nekik, hogy Rodeó, akkor először ugye elgondolkodnak rajta, és utána mondom sport, egy bika, stb., és akkor azt mondják, hogy zárva vagyunk, és nem vállalja be egyik biztosító se, ez egy elég kockázatos sport. Rodeo show nem létezhet lovas versenyek nélkül, így a szlalom is szerves részét képezi a programnak. Van 6 bója, minden bója 6 méter 40 centire van egymástól, egyik felén be kell vágtázni, a másik ugye visszafelé szlalom, megint vissza, megint szlalom, és a túloldalán kivágtázni, és ezt időre, minél rövidebb időre, és minél kevesebb hibaponttal, úgyhogy bóját ne döntsünk. Hogyha bóját döntünk, akkor az 5 másodperc pluszba az időhöz, úgyhogy igazából ez az időjátéka. Sztárok a bikán, akár így is fogalmazhatnánk, hiszen Kótai Mihály és Fekete Pákó is rodeózott egyet a hétvégén. A két fiatalember, ha nem is teljesítette a 8 másodpercet, de azért derekasan helytállt. Nem hallja, ugye? Oké, Misi is egy nagyon rövid élmény és nagyon velős élmény volt. Fönn a bika hátán elég soknak tűnt az idő, amit rajta ültem. De aztán kiderült, hogy 3 másodperc, úgyhogy üzenem a Martineknek, hogy igazából ott vagyok mellett és próbálom megverni. Hát, ha majd legközelebb sikerül. Ennyit tudok mondani. Amikor leestem, egy kicsit rosszul leestem, mert rám fordult, tehát úgy egy picit megrugott, meg rátaposott a gatyámra, és az teljesen szétjött. Úgyhogy a közönségnek megmutathatom a nemesebbik felemet. De azt hiszem, hogy ezt most senkit nem zavart. Bár Kótai Misi kitartóbb volt, de azért Pákó is megbirkozott a feladattal. Felhúztam a bikára, hát mekkora, nem? Hát megmondom az itten a végig, a szabad nagy érezte magam rajta, de mindenféleképpen mindenre rá kellett figyelni, hogy nehogy a véletlen úgy eldob téged a bika, hogy úgy leesek róla, hogy a fáj a derekán vagy ez, és mindenféleképpen minél többet akartam rajta tartani magam, hogy legalább 4 másodpercig. Azok, akik kilátogattak a rendezvényre, felejthetetlen élményekkel távozhattak, mert valóban egy nem mindennapi programsorozattal kedveskedtek a szervezők. Akik esetleg kihagyták, nem maradtak le semmiről, hiszen érdemes keresgélni a programfüzetekben, mert a rodeósok és a bikák bizony már nagyban készülnek a visszavágóra.